Adjon Isten mindenkinek a mai kirándulás bükk, Kecsejük barlang, egy turista útvonalon lehet eljutni hozzá, a gyógyszergyárat kell megkerülni. Mellékeltem a linket, a térképet. Itt a barlangnak a leírása, meg kell állítani a videót, és akkor el lehet olvasni. Sajnos a falfirkálások azok jelen vannak a barlangban, bár szerintem úgy gondolták, hogy ezek barlangrajzok. A valóságban mégsem az. Lássunk neki. Thank you.
A kirándulás során egyetlen egy denevérnek sem esett bántódása, tehát nagyon óvatosan közelítettük meg a barlangot, megvártuk, míg kiröppennek a külsőbb részekre, nem zavartuk őket sokáig, de azért itt is bejöttek a falfirkárók korábban. A cseppkőkéző növények hasonlítanak egyes részeik polipra, tintaharra, különböző redős mintázatokkal jött létre. Hasonlóan, mint az akteleki cseppkőbarlangban, bár itt van szürke, vörös, zöld, barna színben, meg sárgás színben is. Itt a folyosó már elég jelentősen leszűkül. A vízcseppek folyamatosan csöpögnek itt a barlang belsejébe már lefelé. Ez a részen alul is át lehetne menni, hogyha ki lenne takarítva, mert fénnyel át lehet világítani alatta. De ezt a szűkületet csak vékony emberkék vagy gyerekek tudják bevállalni, ugyanis nem túl nagy ez az átjáró. Majdnem olyan, mint amikor az ember újra megszületik. Olyan ruhába kell menni, ami játszós ruha, tehát tud sározódni, vizet nem annyira tudja felszívni, mert hát vannak nagyon vizes barlangok, ez mondjuk pont nem oda tartozik még ebben a formában, mert ki tud folyni belőle a víz. Ez itt egy kis csúszdás rész, bár nem csúszott. Itt lehet átvilágítani alatta, ezen a részen. Itt még bent fel lehet állni, oldalt van egy kis kamra. És itt már csak alul lehet átbújni a következő részhez. Ez alig 30-35 cm magas. És itt már a kavicsok között már víz is van. Tehát ide utcai ruhában, ha lehet, akkor ne próbálja meg az ember, ha nem akar sárosan elmenni az autói. Mert a gyógyszergyárnál van egy parkoló, ott lehet leparkolni az autókkal. Onnan gyalogúton, a turista útvonalon lehet megközelíteni ezt a barlangot, és mellette van más barlang is. Nevezzük ezt a kirándulást állagfelmérésnek, vagy állapotfelmérésnek. Helyenként a cseppkövekből hiányoznak darabok, tehát lehet látni, hogy letörtelték, és már nem frissek. És ez az utolsó átjáró itt szemben, ahol van egy kis vizes gödör, és végül is az már a legvége a barlangnak, ahova el lehetne jutni. Onnan körülbelül egy olyan 5 méterre van a vége. Hát hirtelen elkezd emelkedni fölfelé. Hát a mai kirándulás ennyi volt, ezt szerettem volna megmutatni, Isten áldjon benneteket!